Jó estét kívánok, szeretettel köszöntöm a hétvége nézőit. Október 21-e van, ez most fontos, mindjárt elmondom, hogy miért. De nézzük gyorsan a rövid tartalmat, mi lesz ma este, miről beszélgetünk ma este, gasztronómiáról, a teaházi beszélgetésekről is, van egy összefoglalónk a Prima Gáláról is, sőt, ma este miután egy jót eszünk, jógázni is fogunk, egy picit próbáljuk a lelket és a testet is olyan állapotba hozni, hogy a hétvégén valóban kipihenjük magunkat, és ehhez természetesen próbálunk ezzel a műsorral is segítséget nyújtani önöknek. Nézzenek minket, már csak azért is, mert ismét érdemes SMS-t küldeni. Az SMS számunk a 0620-2020-800-as, mert hogy lehet nyerni, de hogy mit, ez mindjárt kiderül. Október 21-ét említettem, az orsolyákat köszöntjük sok szeretettel, ők ünneplik a névnapjukat, és ez nem egyszerűen csak egy névnap, amikor az ilyen nevű kedves nézőinkre gondolunk, vagy fölköszöntjük az ismerőseinket, hanem komoly hagyományok kapcsolódnak ehhez. Például az ősz legjelentősebb eseményeként a szüretek ünnepe. Ez Kőszegen például ezen a hétvégén tartják az Orsolya napi vásárt és gasztronómiai fesztivált. Ezen a napon gyűjtötték be a káposztát, amit jó minél tovább az első kisebb fagyokig kint tartani. A takács és szabó céhek előszeretettel választották Orsolyát patronájuknak. Orsolya napja különlegesnek számított, ugyanis ezen a napon lehetett megfigyelni, hogy milyen lesz a téli időjárás. Aztán, hogy ebből a mai napból mit lehetett megfigyelni, ezt most nem tudom, én remélem, hogy azért annyira zord nem lesz. Ha szép az idő, már pedig a mai napnak a második fele szép volt, akkor karácsonyig ilyen lesz. Jövő hétre már hallottam azt is, hogy 20 fok is lehet, hát majd meglátjuk. De most akkor nézzük, hogy miért fontos az SMS, mert hogy a műsor végén sorsolni fogunk. Egy főre szóló borvacsora meghívást ajánlott fel a sárvári Neo étterem. Érdemes ezért is telefonálni, illetve SMS-t írni. A másik pedig egy könyvcsomag, amit az Atrium Family Center felajánlásából kaptunk. Őszi estéken egy kis olvasnivalót vihet haza a szerencsés SMS-ező. És hogy kérdésük van, akkor természetesen megpróbálunk arra is válaszolni. És már itt köszönhetem a stúdióba első vendégeinket. Simon Szilárdot, a Neo étterem üzletvezetőjét, valamint Toldi Józsefet, kreatív séf ül velünk itt szembe. Gasztronómiai érdekességekről fogunk beszélgetni. Amiről most beszélünk, az annyiban tér el a hagyományostól, hogy itt kifejezetten egy olyan étterem képviselői ülnek, ahol inkább az újítás, a modern dolgok felé nyitnak. Persze természetesen, amikor elmegy az ember vacsorázni, ebédelni, akkor próbál olyat enni, amit otthon nem tud elkészíteni, de valahogyan mindig az ismerős ételekhez nyúlunk, egy jó pörkölthöz, rántott húshoz, halászlé, stb. De azt hiszem, hogy egyre nyitottabbak vagyunk. Gondolom az étterem is így látja azt, hogy egy picit változtassunk a megszokottakon. Miért volt ez a cél, ez a terv önöknél, hogy modern ételeket készítsenek? Hát az volt a célunk mindenképpen, hogy picit kitűnjünk, tehát ne álljunk be a sorba. Azért Sárváron is most már elég szép számmal van étterem. Szerettünk volna egy olyan éttermet, ami azért tényleg, én úgy gondolom, hogy a mai magyar gasztronómiát tudja már képviselni. Itt vidéken is, mert azért Pesten már szép számmal vannak ilyen éttermek. És hát szerettünk volna ezt a részét mind konyha technológiával, mind pedig hát új ízekkel megmutatni a nagy közönségnek. Mitől modern egy étel? Mitől modern egy konyha? A formától, az ízvilágtól, az elkészítés módszerétől? Picit próbáljuk ezt megközelíteni. Tehát egyáltalán nem találok önöknél mondjuk rántott húsna. Induljunk ki ebből. Ennyire azért nem rugaszkodunk el, tehát vannak hagyományos ételek, ugyanúgy megtalálható nálunk. Inkább azt mondanám, hogy picit próbáltunk belevinni egy kis csavart, tehát, illetve emellett természetesen azért megtalálható olyan étel is, ami abszolút különlegesség. Az ételekről egyébként szerintem majd a József fog tudni részletesebben beszélni. Mi a konyhai hátteret próbáltuk, illetve magát az egészet biztosítani, hogy legyen a szakácsoknak egy olyan technológiai háttér, amivel ezt meg tudják valósítani. Speciális gépeket jelent, speciális tűzhelyet jelent? Hát igen,
Itt a technológia nagyon-nagyon hozzájárul ahhoz, hogy ezeket az ételeket minőségben úgy el tudjuk készíteni, ahogy szeretnénk. Itt például a sous vide technológiát kiemelném, ez egy vákum alatt történő főzés. Itt egy vákum zacskóba kerülnek az alapanyagok, mondjuk a húsok, akár zöldségek is, és ezeket alacsony hőfokon, elég hosszú ideig hőkezeljük, egy ilyen vízfürdős kádban, és utána ezeket sokkoljuk, regeneráljuk, majd így az előkészület az sokkal több időt vesz igénybe, viszont minőségben egy sokkal jobb étel kerül kiadásra, és a kiadásnál ez már nagyon gyorsítja a szerviszt. A minőségibb étel az mit jelent? Küllemben, vagy beltartalomban is, tehát ízvilágban? Igen, igen, különben is tudunk egy sokkal szebb formát így létrehozni. Ízekbe pedig, hát igazából, amit az acskóba rakunk a húsok mellé, az igazából a friss fűszernövényektől elkezdve a sópehelyen át, bármi lehet, amivel tudjuk még kicsit fokozni az élményt. Egészségesebbek is ezek az ételek ilyen módon, hogy értékes tápanyagot, ízanyagot meg magukba így tartanak, van, vagy át lehet adni a fogyasztásnál? Igen, így nem vesz itt igazából semmit. Egy sima főzésnél ugye azért párolognak el mint illóolajok, mint vitaminok, stb. Elég sok mindent veszít a hús, de mondjuk itt az acskóból nem jön ki semmi. Nyilvánvalóan ezt könnyen meg lehet ismertetni, vagy könnyen el lehet jutni így a vevőkhöz, vagy a vendégekhez, hiszen egyre többen akarunk a stresszes életmódtól elszakadni, egészségesebb életmódot folytatni, és akkor, ha jól értem, ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy aki egészségesen akar táplálkozni, akkor csak salátát tegyen, hogy egy picit így leegyszerűsítsem. Tehát ezzel a egy újfajta technológiával, ezekkel az ételekkel hozzá lehet ehhez is járulni? Igen, szerintem. Persze, abszolút. Meg hát én úgy gondolom legalábbis, hogy ahhoz, hogy valaki egészségesen táplálkozzon, ahhoz nem is biztos, hogy jó az egy oldalú táplálkozás, tehát hogy csak például salátákat fogyasszanak, oda ugyanúgy a halakat, húsokat ugyanúgy kell fogyasztani. Nyilván, hogy nem mindegy, hogy milyen alapanyagokból, milyen forrásból szerezzük, tehát mi is próbálunk azért, amit lehet, vagy háztáji, vagy környékbeli őstermelőktől megvásárolni. Többször voltunk egyébként már így felkutatni, tehát voltunk az őrség hasonló településeken. Igyekszünk ezeket a beszállítókat kiválasztani. Úgy gondolom, hogy ez is fontos, tehát azért egy jó alapanyaggal könnyebb is dolgozni, meg a végeredmény is szebb lesz aztán, amit a tányérra tudunk. Jó, akkor megvan a két végpont, vannak jó alapanyagaink, a séf előtt ott van a jó alapanyag, és van egy elképzelt végtermék, amit lehet, hogy a lelki szemei előtt már lát. Hogyan lesz valakiből kreatív séf, tehát a megszokott alapanyagokat hogyan meri változatosabban máshogy megfogni, vagy egy picit még hozzácsenni, amit más nem merne. Honnan volt az ihlet egyáltalán, ezt hol lehet tanulni? Hát szerintem az autodidakta abszolút, hogy mindenkinek ez egyszer csak eljön az az idő, vagy az a pont, amikor a megszerzett tudásból már saját maga tud új kreációkat kitalálni. Persze vannak nagyon jó ízpárosítások, és ezeket lehet még variálni, de mindig kell mellé valami új. De ezek az ötletek, ezek tényleg csak úgy jönnek maguktól. Nem árulunk el akkor nagy műhelytitkot, ha legalább egy vagy két ilyen kreatív ötletét elmondaná, ami tényleg talán az első közül valamikor azt érezte, hogy na, mertem, sikerült, és nagy volt a siker, akár otthon, akár egy étteremben. Most egy desszertet emelnék ki egyébként, mákos gúba tök magolajjal. Na most ez úgy kell elképzelni, így elsőre mindenki hasrásik, hogy ezt meghallja, meglepődik, meg kicsit bizarr is, hogy hát nem biztos, hogy ezt most meg kéne kóstolni, mert hogy jön a desszerthez a tökmagolaj. Onnan jött az ötlet, egyébként az osztrákoknak van ez a vaníliafagyi tökmagolajjal, ott náluk eléggé elterjedt dolog, meg édesség. Úgyhogy mivel a mákos guvában ugye van vanília, akkor ezt egy kicsi mascarponéval összedolgozva, kis baguette chips, mézes tejbe áztatva, csatos üvegbe rétegezve, és a tetején tökmagolaj. És a mák, tök magolaj, az egy nagyon jó kombó. Jó párosítás.
mi az a kreatív étel, ami mondjuk nem egy már meglévő hagyományos ételnek a tovább gondolása, vagy megbolondítása, hanem valóban mondjuk egy olyan egyedi, amivel máshol nem lehet találkozni, és ön szívesen ajánlaná, kicsit csábítsuk a nézőket. Hát például van egy olyan étel az étlapó, hogy kacsamell, párolt káposzta pürével és korianderes bulgúrral. Ez például szerintem egy megint nagyon jól hangzó étel. Itt is több országnak több íze megtalálható egy tányéron, úgyhogy szerintem érdemes kipróbálni. A kreatív séf az a végletekig lehet bátor, vagy mennyire van megkötve a keze, mennyire kap szabadságot, akár egy étterem tulajdonostól, akár az alapvető főzési szabályok mennyire kötik a kezét? Igazából csak a képzelet szab határt ennek szerintem, úgyhogy abszolút lehet egy merész. Persze olyan kereteken belül, hogy az átlag fogyasztót azért figyelembe kell venni, hogy az ő szájízüknek megfelelő legyen. Az emberek kíváncsiak, talán erre lehet alapozni, akár az új ételekkel, de ha jól tudom, akkor az étterem programokkal is, különböző programokkal is várja az oda látogatókat, ilyen például a borvacsora. Mit jelent ez? Így van, tehát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó program lehet azoknak, akik szeretik a gasztronómiát. Itt ugye nem csak az ételekre fektetünk nagy hangsúlyt, hanem kifejezetten ugye ilyenkor egy többfogásos menüsort állítunk össze, és ehhez a menüsorhoz minden egyes tételéhez egy külön bort párosítunk, amit aztán az adott pincészet, ugye minden egyes ilyen alkalommal egy külön pincészetet hívunk meg, a adott pincészet borásza vagy tulajdonosa bemutat a ott jelenlévő vendégeknek, és mindegyiről, hát magát a borászatot is, és magát a bort is, hát olyan információval társítja, ami még plusz, amit esetleg máshol nem tud, vagy nem hall. Jó lenne végigmenni a borokon, illetve az ételeken, hogyan lehetne párosítani, de a beszélgetésre szánt időnk letelt. Én kívánok minél több kreatív ételt, minél több kíváncsi éhes szájat. Köszönöm, hogy itt voltak velünk. Köszönjük. Mi köszönjük a meghívást. Kedves nézőink, a Szombathelyi Egyházmegyei Karitás 25 éves jubileum alkalmából folytatjuk teaházi beszélgetések sorozatunkat. Kolléganőm ezúttal Tóth Henriettével elevenítette fel az emlékeket. Köszöntöm Önöket, folytatódik a Castellum Teaházban az a beszélgetés sorozat, amelyet a Szombathelyi Egyházmegyei Karitás 25 éves jubileuma alkalmával szervezünk. Az elmúlt időszakban már több plébánia karitás csoportjával megismerkedhettek, most VÉP van soron, vendégem Tóth Henriette, aki a VÉP-i plébánia karitás csoportjának vezetője. Szervusz Hédi! Szervusz, jó napot kívánok mindenkinek! Először is beszéljünk arról, hogy én úgy tudom, hogy nemrég egy nagyon szép kitüntetés birtokosa lehettél. Igen, múlt héten szombaton voltunk Budapesten, és ott kaptuk meg az Egyházmegyében három társammal együtt a Caritas Hungarica díjat. Ezt kik érdemelhetik ki? Minden évben 2012 óta három fő egyházmegyénként kapja meg ezt a díjat, önkéntes karitásztagok. Az idei 25 éves jubileum alkalmából 5 főt terjeszthettek fel az országos karitászhoz, és 4-en kaptuk meg Budapesten most. Akkor szívből gratulálok. Köszönöm szépen. Én úgy tudom, hogy a díj az is hozzájárult, hogy már egészen pici korod óta részt veszel az Egyházmegyei Karitász munkájában. 91-ben, amikor megalakult a Karitász, onnantól kezdve édesanyámmal együtt dolgoztunk a csapattal. Egy nagyon jó csapata van a VÉP-i plébániának, és ővelük könnyű így a munka. Édesanyád meghatározó alakja volt. Igen. Az ottani karitász munkának, és természetes volt, hogy mentél vele oda, ahova éppen kellett? Hogy volt ez annak idején? Pici gyerekként talán teljesen más szemszögből látszik ez a munka, mint aztán felnőttként. 1991-ben Kovács Aladár plébánosunk határozta el a
püspök javaslatára, hogy alakuljon egy karitász csoport Vépen is, megalakultunk, és mindjárt a plébánosunk beiskolázott édesanyámat és engem is több tanfolyamra. Ekkor gyűjtöttük magunk köré olyan lelkes, vépi fiatalabbakat, idősebbeket, akik tudtak tenni a községért, ugye most már város, és azóta ezt a 25 éven keresztül folyamatosan ezt a munkát végezzük, hol kisebb, hol nagyobb létszámmal. Ahogy visszagondoltam az elmúlt időszakra, körülbelül olyan 40 fővel indultunk. A mostani Caritas csoportom 15 tagból áll, 15 körül, és még ilyen 10 fő patronáló tag, aki mindig segít nekünk és mellettünk áll. A mostani vépi plébános Németh Tamás atya az Egyházmegye cigány pasztorációs referense. Vele milyen az együtt dolgozás? Tamás atya a Vépi Caritas másik vezetője, mindenben támogat bennünket, mindenben segít, és folyamatos kapcsolatban vagyunk egymással, tehát bármi segítségre szorulunk, vagy a hívekre van szükség, akkor mindig ki tudjuk érni a segítségét. Melyek voltak az elmúlt 25 évben azok a legfontosabb feladatok, amiket végre kellett hajtani? Mik voltak azok a sarokkövek, amik újabb és újabb kihívás elé állították a Caritas önkénteseket? Napokban gondolkodtam pont el, hogy mennyi mindent végeztünk ebben a 25 évben a délszláv háborúba való segélyszállítástól, a kárpátaljai árvízkárosultak megsegítése, aztán édesanyámmal rendszeresen Erdélybe, Rugonfalvára jártunk ki, segélyszállítmányokat vittünk, egy óvodai, iskolai csoportnak számítógépeket, gyerekjátékokat, vadonatúj cipőket, sportszereket vittünk, aztán rendszeresen a Mariettáik adják a feladatokat, szinte... Igen, szinte heti rendszerességgel, most legutolján az almaosztás volt, az írószerek kiosztása, aztán folytonosan volt az Európai Uniós segélyeknek a kiosztása, aztán minden hónapban egyszer a mi csoportunk egy szociális jellegű vásárt tart a Vépi Kultúrházban, ahol ruhákat, cipőket osztunk, és oda jönnek a rászorultak, és elmondják, hogy mire van szükségük éppen tűzifára, butorra, vagy ami éppen kell nekik, és azt megpróbáljuk beszerezni. Most két hete legutoljára egy szobavécé kellett az egyik betegnek, aki hirtelen elfekvő lett, és ezt itt a Mariettáik segítségével szereztük be. Mindig részt vettünk az Egyházmegye rendezvényein, így Grazba voltunk, nemzetközi misén, aztán olaszországi továbbképzésen voltunk a Caritasszal zarándokutakon, tehát szinte fel se tudnám sorolni, hogy mennyi, a 25 év alatt mennyi minden rendezvényen és programon vettünk részt. Ahhoz, hogy segíteni tudjon egy Caritas önkéntes, nyilván szükség van olyanokra, akik az adományokkal segítik a rászorulókat, etéren mi a jellemző Vépen? Vépen még úgy hiszem, hogy nagy feladat, hogy feltérképezzük azokat a magukat, talán nem is akarják annyira megnevezni, vagy megmutatni, hogy tudnának segíteni rajtunk. Tehát ez lenne a feladatunk, hogy az ilyen vállalkozókat megkeressük. Inkább mi a segítséget a Mariettáiktól kapjuk, valamint minden évben van Erzsébet napkor, a Caritas ünnepekor egy tea délutánunk, egy jótékony célú, ahol műsorral kedveskedünk a város lakóinak, megvendégeljük őket, és az ott tombola tárgyakból, valamint felajánlásokból, befolyt pénzből karácsonykor. Régebben a betegeket, öregeket segítettük ezzel a befolyt pénzzel, ma már inkább úgy fókuszáltuk, hogy egy-egy vagy egy-kettő olyan család vagy beteg ember kezébe jusson a mi segítségünk, aki igazán rászorul erre. Említetted a beszélgetés elején, hogy amikor a munkát elkezdtétek, akkor is részt vettetek tanfolyamon, és hogy ez a továbbképzés folyamatos. Milyen célt szolgálnak ezek a képzések? Ezeken a tanfolyamokon én ilyen mai szemmel úgy látom, hogy ilyen közösségépítő, ilyen empátia növelő, aztán ilyen minél nagyobb segítőkészségek, aztán konkrét feladatokat megtanulva láttuk a hasznát, és
olyan ismereteket kaptunk mind-mind, amit úgy látom, hogy tudunk hasznosítani abban az adott szituációban, vagy abban az adott munkafeladatban, amit meg kell oldanunk. Tucainé Révári Marietta gyakran hangoztatja, hogy a Caritas önkénteseknek az is az egyik fő feladata, hogy megtalálják azokat az embereket, akik nem kérnek segítséget. Jellemző ez Vépen is? Igen, és nálunk ez úgy van kifejlesztve, hogy a Caritas tagok fel vannak osztva a saját lakó területükre. Ők ott személyesen tudják, hogy ki az, aki rászorult, ki az, akivel probléma van, és akkor így már könnyű dolgunk van. Tehát mindenki az adott maga területét ismeri, tudja, kiszorul rá, látja, hogy milyen helyzetben van, és akkor úgy próbálunk megsegíteni. Sokszor úgy, hogy nem is tudnak róla, hogy ki volt az a jótevő, aki jön nekik a gyógyszert, vagy a pénzbeli segítséget, vagy a butort, vagy bármit odaszállította. Egyre több feladat van, amik hagyományosan segítés, betegek, elesettek, aztán iskolások, egyéb rászorulók segítése, az folyamatosan megy. Az újabb és újabbakkal meg fel kell vennünk a versenyt és a harcot, hogy ott is tudjunk segíteni. Én úgy gondolom. A Marietta nagyon-nagyon jó rendszert képített, én úgy látom. Nem nehéz besegíteni, csak idő kell rá, és az embernek így munka mellett azért nehéz összeegyeztetni, de vannak olyan főként nyugdíjas társaim, akiket lehet aktivizálni, úgy gondolom. És hát meg is köszönöm itt is a segítségüket, mert ő nélkülük a Vépi Caritas és az atya segítsége nélkül nem tudna működni. Köszönöm szépen a beszélgetést! Köszönöm én is! Kedves nézőink, kiosztották a Vas megyei Prima díjakat. Ezúttal Bebes István volt kosárlabdázó, Bodor Ferenc újságíró és Kovács Zsolt biológus kapta az elismerést. A gálán jelen volt a díj alapítója, Demjás Sándor üzletember is. Tizenkettedik alkalommal találkoztak Vas megye kiválóságai a színházban megtartott nagyszabású gálán. A felszólalók a tehetséget és a munkát méltatták, ami minden Prima jelöltet és nyertest jellemez. A tehetség ajándék, de önmagában csak lehetőség. Hogy valóban gyümölcsöt hozzon, ahhoz ki kell bontakoztatni. Ez a kibontakozás pedig csak munkával, szorgalommal valósítható meg. A talentum olyan ajándék, amelynek közösségi dimenziója van, nem öncélú. Majtényi László az összefogás erejét hangsúlyozta és az elismerés hangján szólt. Nem könnyű Prímának lenni, ezt bizonyítják azok a sorsok, akik bemutatásra kerültek itt előttünk, és ha megnézzük az elmúlt éveknek a jelöltjeit, engedjék meg, hogy mindenkinek, aki jelölésre került és vállalta a jelölést, szívből gratuláljak. Puskás Tivadar szerint a sikerhez tehetség, munka és támogatás kell. Itt csak nyertesek vannak. Igen, aki ide kerül, az érdemes arra, hogy támogassák. Köszönöm szépen a Vas megyeieknek, hogy támogatják a tehetségeket. Idén új rendszerben osztották ki a Prima díjakat. A megszokott kategóriák helyett 10 egyéni jelölt közül választott az elnökség, akik saját kategóriájukat már megnyerték. Felkértünk a régi Prímákat, tehát már akik megnyerték ezt, hogy segítsenek bennünket olyan értelemben, hogy ajánljanak olyan a kultúrába, az építészetbe, a tudományba, olyan jelölteket, amik közül mi választhatunk elnökségi tagok. És ez így is történt, minden egyes kategóriában több jelöltünk volt. Hárman vehettek át Prima díjat. Bebes István egykori kosárlabdázó, Körmend polgármestere, sportot támogató tevékenységért részesült elismerésben. Köszönöm a bizalmat. Tudom, hogy ez egy óriási dolog egy ember számára, és biztos vagyok abban, hogy akik ezt tették, azok tudják, hogy elhivatott vagyok mindenféle társadalmi és szabadidős tevékenység megsegítése irányában.
Kovács Zsolt biológus, a Szavária Egyetemi Központ tanára tudományos munkásságáért vehette át a Prima díjat. Egy újabb jel lehet arra, és ebben nagyon bízom, és azt hiszem kollégáim is, hogy a most igencsak átalakulóban lévő Nyugat-Magyarországi Egyetem, illetve a volt tanárképző főiskola milyen sorsa is fog kerülni végül. Én nagyon bízom abban, hogy ez egy jel, és ők is úgy látják, hogy a jövőt csak együtt lehet elképzelni, együtt az intézménnyel. Bodor Ferenc tartalmas sportújságírói és tudósítói pályafutásáért kapott díjat. A hitvallásom az volt, amit a szüleimtől tanultam, hogy igyekezek mindig maximumot nyújtani. És ahogy mondtam itt a díj átvétele után is, hogy azért nem jár dicséret. És ha véletlenül megdicsérnek, akkor ne bízd el magad. Most is ez van bennem. Az év megyei vállalkozója címet Orbán László merseváti növénytermesztő és Gergye László kőszegi bádogos érdemelte ki. Az év vállalkozója országos címért Domiter László szentgotthárdi autóalkatrészgyártó és Svoboda László szombathelyi vendéglátós szállhat majd versenybe. Ez a jelölés, ez egy nagy megtiszteltetés, ez természetesen arra ösztönöz, hogy még jobban csináljam a dolgomat, még többet megtegyek. Az ifjúsági Prima díjat idén másodszor osztották ki. Négy jelölt közül mintegy 6000 közönség szavazat alapján Szilágyi Miklós, a kőszegi fúvós zenekar karmestere vehette át. Valaha azt tanultam, hogy a karmester, illetve a karmester, ez mindig három felé kommunikál. Kommunikál egyrészt ugye a zeneszerzővel, másrészt a zenekarral, és harmadrészt pedig a közönséggel. És valahol szerintem azt ismerték el, hogy ez utóbbi kommunikáció valahol jól működik, és jó irányba tart. A közönségdíjat Masszi Ferenc képzőművész nyerte. Demián Sándor zárszavában a gazdaság fejlesztését és a lokálpatriotizmus hangsúlyozta. Mint mondta, 2003-ban azért alapította a díjat, mert a kultúra, a tudomány és az oktatás vesztésre állt a politikával szemben. Azt is hozzátette, eddig úgy látja, nem érte el a kitűzött célt. Lehet látni, hogy a lokálpatrióták dominálnak. Benne van a kultúra, a művészet, a vállalkozók, a polgármesterek. Tehát ez egy rendkívül jó közösség, és ez reménykeltő. Európában, amelyik nagyon nehéz 20-30 évvel néz, Magyarország még inkább nehéz helyzetben lesz, hiszen most jön az, amikor elszívják a legjobb munkaerőt, mert nem tudunk méltó bért fizetni. Méltó bért pedig azért nem tudunk fizetni, mert az állam annyi embert alkalmaz feleslegesen, hogy nem tudjuk a béreket 30%-kal emelni, a fogyasztási áfát levinni. A budapesti gálát december 2-án rendezik meg. Kedves nézőink, a Prima díjkiosztó gáláról készített hosszabb összefoglalónkat október 30-án vasárnap láthatják itt a Szombathelyi Televízió műsorában. És most valami teljesen más témával folytatjuk. A gasztronómiáról volt szó a műsor első felében. A testünket próbáltuk kényeztetni, de ennek van egy másik módja is. Jógáról lesz szó. A stúdióban szeretettel köszöntöm vendégünket, Dudás Jenő Zsolt, jógatanár, védikus szakértő. Már elkezdtünk mi itt beszélgetni, szép jó estét kívánok, és nagyon sok érdekes dolgot mondott. Azt hiszem, hogy ez nem lesz haszontalan a kedves nézőknek se. Induljunk ki abból, hogy a jóga szót ismerjük. Azt hiszem, hogy mindenki, egy átlagember számára ilyenkor bevillan egy teljesen nyugodt terem, ahol teljes nyugalomban egy vagy több ember jógázik, esetleg egy kis halk zene, és talán ez a fehér ruha, a törökülés, fogalmazok így, azt hiszem most nagyon csúnyán, de mégis így fogalmazzuk meg, ebben egy nyugalmi helyzetben kerül az ember. Mit jelent a hétköznapi ember számára, mit jelent egy családos ember számára, hogyha a jógával kapcsolatba kerül? A jógának van egy kifejezése, egy vezérlő elve, szútrája, vezérfonala, jóga, citta, vritti, nirodha. Ez azt jelenti, hogy a jóga állapota nem más, mint az intelligencia teljes óceánjának, amit mi magunkban felhalmoztunk, egy nirodha átalakulás mentes, lenyugodott, csendes állapota. Tehát ahogy ön is fogalmazott, az a csendes jógi, ezt kell, hogy képviselje a tudatán belül. A szervezetében egyensúlyban vannak a biológiai folyamatok, az elméjében teljesen lenyugodott, végtelen csend ül.
Ez arra a pillanatra igaz, vagy mi az, amit egy-egy ilyen jóga gyakorlat, vagy egy a mindennapi életbe beépített jóga adhat az embernek, ez a rendszeresség, mely területén hat az emberi életnek? A jógát gyakorolva kétféle utat választhatunk. Az egyik a test felől közelít az elme felé, testi gyakorlatok, légzések által nyugtatja le az elmét. A másik pedig egy elme gyakorlat, egy mentális gyakorlat lévén nyugtatja le a testet. Ezáltal ez a lenyugodott test, ez a gyakorlás folyama eleinte csak mondjuk 5-10-10-20 perc, amennyit az időnk enged, később talán egy óra is lehet, de ez a lecsendesedés és a kreatív munkavégzés, a kreatív tanulás mondjuk egy diák számára, ez a kettő együttese a későbbiekben kialakít egy olyan állapotot, amikor a jóga nyugalma és az aktivitás, az adott aktivitás egymással kezet fog. Ezért egy másik szutrát is idéznék. A jóga annak a testében, elméjében és idegrendszerében stabilizálódik, aki hosszú időn át, kitartóan, megszakítás nélkül folyamatosan és lelkesedéssel végzi a jóga gyakorlását. Nagyon fontos az, mint amikor korán reggel kelünk, és korán este fekszünk, ha ezt megszokja a szervezet, az idegrendszer, automatikusan ébredünk, kipihenten. Ugyanígy, ha rendszeresen korán kelünk és tanulunk, például diákoknál, nagyon jó lesz a memóriánk, minden tökéletesen alakul. De ehhez kell a jó kipihenés, az, hogy korán le is feküdjünk, hogy meglegyen a pihentség állapota. Tehát, hogyha valaki rendszeresen jógázik minden nap, akár csak 10-20 percet is, reggel és délután, plusz egy kreatív aktivitást végez, előbb-utóbb észreveszi, hogy a jótékony hatásai a jógának beleolvadnak a hétköznapi gyakorlataiba. Egyfajta rutinná alakul át. Igen. A jógát említettem a beszélgetésünk elején, és említettem még egy szót, védikus szakértő. Ezt lehet, hogy kevesebben értik. Mi az, hogy véda? Mi ez a védikus tudás? Véda az azt jelenti, hogy tudás méghozzá tiszta idegrendszerben megalapozódott teljes tudás. Ez az univerzum teljes tudását jelenti, amit az ősi látnokok Indiában, úgynevezett risik, maharisik, belülről láttak, mint egy, mint most a kvantumfizika említ bizonyos különféle szubatomi modelleket, tehát egy belső dimenzióban láttak különféle absztrakt formákat, fényeket, illetve belülről hallottak hangokat. Ezek a hangok azok az intelligencia impulzusok, amik az univerzumban vannak. Mostanában a csillagászok észrevették, hogy a különböző égitesteknek is bizonyos rezgése, hangja van. Minden rezgés ebben az univerzumban, és ezeket a hangokat, ezeket bizonyos finom műszerekkel lehet venni. A belső univerzumunkban is vannak hangok. A csenden belül vannak olyan hangok, amik, ahogy a csend ül, csendül, tehát megszólal. És például ez a jóga gyakorlásánál különféle hangokat jelenthet, például van, amikor dob pergésszerű hangot, még zümmögés, darázszümmögésszerű hangot hall az ember, ezek egyszerűen csak a tudatnak egy belső vibrációi. Na most, amikor ez a véda belülről hallhatóvá válik teljesen tisztán, és tiszta az idegrendszer, akkor az élet különböző területeire alkalmazva, mint egészséggondozás, kijön az élet tudománya. Ájú azt jelenti élet, ájúrvéda az élet tudománya. Sztápatya véda, sztá azt jelenti megalapozódni, sztápatya véda, az pedig a megalapozódás tudománya, védikus építészet. A szemében is látszik tényleg a teljes meggyőződés, és nagyon hamar az ön hatása alá tud kerülni az ember olyan értelemben, hogy egyfajta nyugalmat áraszt. Biztos vagyok benne, hogy ezt mások is felfedezték. Gondolok itt a tudományokra. Az orvostudomány mennyire nyitott az ilyenfajta gyógyításra, hiszen itt egészséggondozást említett az előbb. Mennyire nyitottak az orvosok, mennyire lehet a kettőt, ezt a keleti, illetve nyugati módszert összekapcsolni? Rendkívüli mértékben nyílnak mostanában az orvosok ezen tudomány ágak felé, ugyanis az objektív, műszeres diagnosztikai vizsgálatok és a modern medicina által elért csodálatos eredményeket
ötvözni lehet azzal a napi rutinnal, illetve megfelelő étrendi táplálkozással. Tehát itt most gondolok azon dietetikára, ami már testtípus megismerésen alapul, tehát az ajurvédikus testtípus tanba is fel van vértezve a dietetikus. Ekkor tökéletes diétát tudnak előírni. Ez a diéta plusz a hagyományos medicina már kifejti a hatásait. Ezután pedig ez a modern medicina a későbbiekben akár ajurvédikus szerekkel is kiegészíthető. Ezek az ajurvédikus szerek általában különféle fűszerek, gyógynövények, ásványi anyagok, mind ártalmatlan szerek, megfelelő kombinációi, és nagyon hatásosan kiegészítik a terápiát. Tehát így egy orvos természet, gyógyász, ugye, hogy több eszköz van a kezébe, többet tud segíteni a betegnek, így egy olyan orvos természetgyógyász, aki a legmélyebb szinten az ájurvédával megismerkedve is már ezt viszi előre, így mondhatjuk azt, hogy ő tökéletes segítséget tud adni a betegének. Egy teljesen új szemléletmódot kellene kialakítani ahhoz, hogy így tudjunk élni, és ennek a hatását érezzük, és talán egy picit meglepő, hogy milyen témát vetek most föl. Én magam is meglepődtem, de beszélgetésünk, vagy az előbb még adáson kívül néhány gondolatot erről elmondott, az épületeknek a szerepe az életünkben. Nyilván ez nagyon fontos, mindenki szeret ott élni, ahol, vagy szeretne olyan helyen élni, amit elképzel magának, aztán, hogy ez mennyire sikerül, mennyire nem. Ez nyilván sok minden mástól is függ, és sajnos nem mindig tudunk válogatni. De hogy a védikus tudás tükrében is érdekesek lehetnek az épületek, ez engem meglep. Illetve hát meg mégsem, mert a feng shui-ról meg mindenki hallott. Szóval mit kell tudnunk? A védikus tudással tudunk mi választani környezetet, telket, lakást, házat, máshogy tudjuk berendezni. Mit kell erről tudni? Mennyiben tudjuk most gyorsan átalakítani az otthonunkat? Egy-két ötletet mondjon. Egy kicsit történeti visszatekintést. 1970-es, 80-as években Maharishi Mahesh jógi vezetése mellett nyugati és keleti tudósok levizsgálták az ősi védikus iratokat, az ajurvédikus, sztápatya védikus iratokat, és lehozták, kialakították azokat a teljes tudásmódszereket, amivel az építészet törvényeit, vagy az egészséggondozás törvényeit egységbe rendezték. Ekkor létrejött az, ami mindig is a kezükben volt, csak a modern ember számára elérhető nyelven tették ezt közzé. Ekkor a megalapozódás tudománya, sztápatya véda létrejött. Ez a tudomány egy olyan komplett tudásrendszer, ami a telek, illetve a ház alakjával, a ház belső berendezésével, szoba berendezésével, mindennel foglalkozik, sőt, még a kozmikus kapcsolattal is, hogy mi a kapcsolatunk az univerzummal, és ezáltal ez az épület elrendezés egy tökéletes minőséget hoz. A feng shui tradicionális iránytűiskolája ebből alakult ki. És egy nagyon érdekes dolog, hogy a sztápatya véda, ez a vasztu vidya, a ház hatás eredőjének minősége, már megjelent, mint kérdéskör a modern tudományokban is, ez a sick house szindróma, amit mondtak, hogy bizonyos irodai épületeknek kellemetlen hatás van, és az öt dolgozók tömegesen bizonyos tüneteket produkálnak. Ezt az indiai sztápatya véda nekünk borítékolni tudja már a felépítés előtt, hogy milyen lesz ennek a háznak a hatása. Sajnos intettek nekem, hogy az időnk lejár, de egyetlen egy mondatot, nyugtassunk meg néhány nézőt. Mi az a véda tudás, védikus tudás szerint a jó elrendezésű ház? Egy tömbös elrendezésű, négyzetes alapú ház és telek, ahol nem közvetlen a telek határa van épülve, hanem a telken kicsit belül, igen. És csak északi bejáratú a ház és telek bejárat, vagy csak keletelt a ház és telek bejárat, ez így tökéletes. A többi égtájaknak van még egy nem megfelelő minősége, ami a benne lakók életét egy kicsit más irányba terem. Remélem sok nézőnket most ezzel meg tudtuk nyugtatni. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk, de most is sajnos ennyi fért bele, de nagyon sok érdekességet megtudtunk. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, a mai műsorból annyi maradt hátra, hogy sorsoljunk. Ugye említettem, hogy egy főre szóló borvacsora meghívást ajánlott fel a Sárvári Neo étterem. Nézzük, ki nyerte ezt. A 35317030-as
telefonszám tulajdonosa, köszönjük szépen az SMS-ét, és még egy ajándékunk van, egy könyvcsomag az Atrium Family Center felajánlásából, ennek a nyertese pedig a 37-49-41-52-es telefonszám tulajdonosa. Én köszönöm szépen, hogy ismét velünk tartottak, nagyon szép hétvégét és további jó televíziózást kívánok, viszontlátásra! A műsorvezetőket a Jeans Store öltözteti.